Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai estén is a nézőket. Köszönöm, hogy velünk tartanak, és köszöntöm a stúdióban dr. Czeiser Endre professzort, genetikust. Felsorolhatnám, hogy a titulusait, de szerintem mindenki ismeri. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket, hogy eljött ide. Remélem azt a sok-sok kérdést, amit feltettek a nézők már előre, abból fel tudok tenni egy jó párat, lesz rá időnk. Az elmúlt adásokban mi a női orgazmusról beszélgettünk, szexológusokkal, intim tornásszal, illetve most a professzoromat kérdezném, hogy megjelent egy cikke, amelyben arról ír, hogy nem is biztos, hogy az erősebbik nem, az most éppen az erősebbik énjét éli, oldalát éli. Mi ennek az oka? Hát nézze, én genetikus vagyok, de ugye, mint orvos tanácsadást végzek, és ezért van személyes tapasztalatom a téren. Én két gondot érzek. Az egyik, nézze, volt egy évezredes gyakorlat, hogy a férfi volt az úr, az asszony pedig, hogy úgy mondjam, a másodrendű állampolgár a családon belül, és azért a szex is mindig úgy ment, hogy hát azért a férfi kezdeményezte, és a férfi határozta meg a házastársaknak a szeretkezési gyakoriságát. Ugye ebből aztán rengeteg gond is adódott, mert ez általában, én egyszer a tévében ezt elmondtam, mert ez egy konkrét tapasztalat volt, egy nő mesélte nekem, hogy tudja, doktor úr, ez úgy van, hogy a férjem nézi a filmet, akkor kedve lesz a szeretkezésre, én meg éppen vasalok, és akkor ő hozzáfog. És hol vagyok én, és hol van ő a nem izgalomban? És ez tényleg egy gond volt, ugye, hogy a férfi már álló fütykössel fog hozzá, még az a szegény asszony be sincs vezetve, és hát sajnos a férfiak szexuális kultúrája az nem túlságosan magas, és nagyon sokan még most is csak a saját örömüket keresik, ami hát egy óriási hiba, mert hát én úgy gondolom, hogy a szeretkezés, ahogy a Biblia is mondja, a férfi és a nő testi megismerése, testi egyesülése, és ott borzasztó fontos a közös öröm. Ez az egyik. A másik ugye, hogy ebből adódik, hogy tehát régen a férfi határozta ezt meg, és most, ahogy nekem panaszkodnak, nagyon gyakran előfordul, hogy a nő lép föl ezzel az igénnyel, hogy na most már rajta. És ettől a férfiak teljesen elbizonytalanodnak. Tehát régen akkor csinálták, amikor nekik volt kedvük, most meg nagyon most gyakran. Most meg teljesíteni kell bármikor. Igen, az asszonyok óhajait, és ez egy férfi számára furcsa, ilyen pszichés problémát jelent, hogy ő képes-e arra, amit az asszony elvár, és az, hogy ma az impotencia a férfiak körében mondjuk ennyire gyakori, ugye úgy szoktuk mondani, hogy ahány tíz éves, tehát 30 éves, 40-50-60, akkor 30%, 40-50-60% az impotensek aránya. Azért biztos ezzel is függ össze, hogy egyrészt a régen a férfi akkor teljesített, amikor akar, most pedig azért van egy elvárás vele szembe, és ezt nem mindig tudja teljesíteni. De van egy másik, nagyon fontos, és meg kell mondanom, riasztó tény, hogy az elmúlt 50 évben a férfiak, hogy mi úgy mondjuk nemi egészsége, az drasztikusan romlott. Tudja, amikor én fiatal orvos voltam, a 70-es években kezdtem ondóvizsgálatot végezni, akkor egy magyar férfinek még 84 millió ondósejtje volt 1 milliliter ondófolyadékban. Ez ilyen 20 éves férfi? Ebben benne volt úgy mindenki, ez egy átlag volt. Akkor mi egy ilyen reprezentatív mintát. Na most ezzel szemben ma a magyar férfiaknak 34 millió. 84, 34. Hová tették ezt a 40 millió, 50 milliós különbséget? Kiderült, hogy ez egy általános világjelenség, illetve jobban mondanám, általános európai és észak-amerikai jelenség. És amikor az okokat kerestük, akkor két fő ok jött szóba. Az egyik az, hogy ugye a 60-as években vezették be a fogamzásgátló tablettákat, amit a nők szednek. Ez lebomlik a női szervezetbe. Ennek még nagyon nagy volt a hormontartalma. Igen, így van. Tehát az első az infekundin, bisekurin, ezeknek nagyon nagy volt. És akkor ugye a nők szervezetében lebomlik, és hát vizelettel ők kiürítik, és ez bekerül ugye a felszíni vizekbe. De most a felszíni vizeket, amiből majd újra ivóvíz lesz, azt tisztítják mérgekre, tisztítják fertőző kórokozókra, de nem tisztítják női hormonokra. És ezért a kutatók nagy részének az a véleménye, hogy az, hogy ezek a lebomlott női hormonok bekerülhetnek az ivóvízbe, és bekerülhetnek általában a vizekbe, ez magyarázza, hogy a halak között a hermafroditák, tehát a két nemű halak aránya drasztikusan nőtt,
De nem lenne jól lehet hallani. De hát a szakirodalomban ez nagyon benne van. De így a közvélemény nem a nagyon tud közvélemény nem el. Nagyon tudja. Hát sajnos Magyarországon azért a közvélemény ilyen tudományos ismeretterjesztésben most nagyon-nagyon szegényesen áll. Hát a másik ezen mindig mi szoktunk hülyeskedni, ugye, hogy az aligátorok fütykösse az egyharmadára csökken, és hát a harmadik az, hogy akkor tulajdonképpen ez magyarázhatja többek között, hogy hát a, ugye most gondolja meg, az ivóvíz révén, ha egy édesanyja fiú magzatot hord, vagy fiú magzatot szoptat, meg hát különben is a korai fejlődési korban, ha az ivóvízzel női hormonok kerülnek be, ez visszafogja a fiúk nemi fejlődését. De ez olyan nagy mennyiség, hogy be kell hát nézze, most ne kérdezzen tőlem számszerű adatot, itt azt mondják, hogy ez lehet a magyarázat arra, hogy a herében az ondósejt termelés ilyen mértékben csökken. Van egy másik elmélet is, ugye 50-60 éve a szúnyogok ellen, és a rovarok ellen bevezettek egy kémiai anyagot, a DDT. Igen. Na most az is bizonyított, hogy amikor a DDT lebomlik a szervezetünkbe, ott egy, van egy kémiai anyag, ami egy 40-50 évig bennmarad a zsírszövetünkbe, tehát szinte életünk végéig hordozzuk, és ennek meg anti-férfi hormon hatása van. Tehát míg ugye a női hormon az azért zavarja meg, mert hát a férfinek férfi hormonra van szüksége, és nem női hormonra, addig ez meg azért veszélyes, mert ez meg leállítja a férfi hormon termelést, mert egy anti-androgén, mi így mondjuk. És tulajdonképpen ez az a két legfőbb magyarázat, vannak más magyarázatok, például a női cigarettázás is, hogy esetleg ez járult hozzá, hogy ilyen mértékben romlottak a férfiak, mert ez csak az egyik jelenség. A másik jelenség az, hogy közben rettenetesen megnőtt a hererák. A hererák régen az idős férfiaknak egy ritka daganatos betegsége volt. Ma, és ezt se nagyon tudják Magyarországon, hogy a 20-30 éves fiatal embereknek a leggyakoribb rákja. És ez azért nagyon nagy baj, nem csak azért, mert hát gyakori, hanem azért, mert viszonylag könnyen észrevehető lenne. Tehát például a nyugati országokban a kezdeti fázisban majdnem mindig észreveszik. Mert mennyi a lappangás idejének? Nem a lappangás idő, hanem az, hogy megváltozik a here nagysága. Jaj. Tudja? Tehát azt kéne megtanítani a fiatal embereknek, hogy zuhanyozás közben azért tapogassák meg már a két tojásukat. Mert akkor megnő a nagysága és megváltozik az alakja. És Magyarországon nagyon sokszor kerül úgy hererákos férfi az orvoshoz, hogy már áttétjei vannak. És akkor a heréje van, hogy az ember nem is érti. Az is érdekes a skandináv országokban, megint a szakirodalomból tudom, ott általában a lányok veszik észre. Tehát úgy látszik, a skandináv lányok megfogják a fickónak. Hát ez ugyanaz, mint a mellrák, hogy sokszor a férfiak veszik észre. Igen, csak ugye itt Magyarországon meg azért úgy érzem, hogy a lányok még félnek kicsit hozzányúlni a fiúk tojásához. Tehát valami túl szemérem van bennük. Pedig hát ez is egy borzasztó dolog lenne, mert ez egy rák, de ha korán észreveszik, akkor nagyon jó gyógyítható. Vagy azért az is egy gond, hogy például a fiú gyerekeknél az a két fejlődési rendellenség, ami a nemi szervre lokalizálódik, hogy nem száll le a here, tehát a rejtett herélyűség, és hogy a húcső hasat, ez is kétszeresére nőtt. Tehát ezek valószínűleg mind ugyanannak a jelenségnek a következményei, hogy valami történt a férfiak nemi egészségével, és hát ezért ez nagyon nagy baj, mert én már olvastam olyan cikket, hogy majd a nők ugye klónozás révén férfi nélkül is föntartják az emberiséget, de hát azért én sajnálnám a nőket, hogyha ezt egyedül kell ellátniuk ezt. De most, hogyha elnézést, hogy belevágok, hogyha erre így rájöttek, vagy ezek a feltételezések vannak, hogy a vízbe bekerül, stb., akkor ezzel miért nem teszik? Látja, ez mindig egy olyan kérdés, mert nem ön az első, aki ezt kérdezte tőlem, és mindig eszembe jut, hogy ilyenkor föl kéne hívni a nem tudom, a vízügyi, már nincs vízügyi minisztérium, de hát a természetvédelmi minisztériumot, és meg kéne őket kérdezni, hogy miután ez tudományosan igazolt, hogy mikor képzelik azt, hogy a felszíni vizek tisztításába, tehát amiből az ivóvíz készül, bevezetik a női hormonok szűrését is. Nem lehet felszólítani őket, hogyha de, ez hát én azt gondolom, nézze, ez ilyen közös feladatunk, ugye az embernek megvan a saját feladata, nekem is Don Quixote-ként harcolok egy-két tudományos eredményem megvalósításáért, ez már úgy nem nagyon fér bele, de hát én azt gondolom, ez annyira köztudott, a szakirodalomban ennek akkora felkiáltó jele ez, hogy mi történt a férfiakkal,
hogy azért ezt azért már csak eljutott az ő tudatukig, és hát biztos erre lenne De ezek szerint mégsem jutott el. Hogy nincs, ahogy szokás mondani, nincs rá pénz. Ugye, mert azért nyilvánvaló egy új szűrés, egy hormonszűrés országos bevezetése a felszíni vizek tisztításánál, az biztos, hogy egy milliárdos nagyságrendű pénz. Csak hát itt megint arról van szó, hogy most akkor mostan az a milliárd nincs, de közben azért a férfiak nemi egészsége tönkre megy, ez azért az egész nemzet jövője szempontjából azért egy nagyon komoly veszély. Hát meglehetősen, főleg, hogy az élet a lényeg, semmi más nem számít annyira. Itt azért még térjünk ki arra, hogyha már itt a hormonokról beszélünk, meg a fogamzásgátlóról, hogy miért fontos, hogy pont a nők szedjék a fogamzásgátlót? Jó kérdés. Hát ennek is azt hiszem legalább sok magyarázata lehet, de van kettő. Hogy a bunkó férfi az azt gondolja, hogy a nő esik teherbe, tehát vigyázzon. Hát ez a hülye bunkó férfi, ugye, mert például az ilyen bunkó férfi fizet aztán rá, mert megint csak az én praxisomban azért legalább 10 olyan eset van, ahol a lány szedte a fogamzásgátló tablettát, aztán szeretett volna a kisbabát, de a fiú azért nem annyira, és akkor abba hagyta a tablettaszedést. És akkor falhoz állította a fiút, mert bejelentette, hogy itt van, és hát akkor már ugye remélem, hogy nem terhességmegszakítás lett belőle, hanem szülés, de hát akkor az apának fizetni kell az apaságit. Tehát ezért mondom, hogy bunkó férfi, mert egyrészt azért a két nem egyenrangúsága az ma már azt gondolom egy közhely, a másik pedig az, hogy hát azért rá fog fizetni. De ennek azért van egy mélyebb oka. Ugye a nőknél, amikor szedik a fogamzásgátló tablettát, akkor lényegében kikapcsolja a belső hormonszabályozását, és a kívülről bevitt hormonoknak köszönhetően tulajdonképpen leáll a petefészekben a petesejt termelés. Na most, ha nincs pete, hát akkor persze, hogy gyerek se lehet. Ráadásul még vannak más hatások is, a méh meg egyéb, de ez a döntő. Na most a férfiaknál is már a 60-as évek végén kipróbálták, hogy ha ugyanígy leállítják a belső férfi hormonszabályozást, és adnak bizonyos férfi hormonokat, hogy azzal le tudják állítani az ondósejttermelést, csak megint bejön az, hogy míg a női szervezet, hogy úgy mondjam, egy sokkal rugalmasabb és egészségi szempontból egy sokkal rátermettem, mi rettentő nyomvattak vagyunk. Kiderült, hogy a férfiak 30%-ának nem jön vissza az ondósejtermelés. Tehát ha csak egyszer állítják, igen, akkor kész. Na most ugye egy ilyen módszert akkor már nem lehet alkalmazni, ahol minden harmadik férfi akkor egy életre szólóan esetleg meddő lesz. Most a 90-es évek végén viszont kitaláltak egy új módszert, egy olyan módszert, amivel meg tudják azt akadályozni, hogy az ondósejt behatoljon a petesejtbe. Ugye a petesejtnek van egy ilyen külső burka, a zóna pelucida, és tulajdonképpen azt úgy, annak át kell törni az ondósejtnek ezen, és most az ondósejtnek ezt az enzimjét, amivel ő be tud hatulni a petesejtbe, ezt le tudják bénítani, és az én tudomásom szerint, hát az angol orvosi hetilapban, a Lancetben olvastam, hogy ez már kipróbálás alatt van most a nyugati országokban, hogy egy ilyen típusú fogamzásgátlás a férfiaknál, ami tehát nem hormon függő, hanem tulajdonképpen az ondósejteknek ezt a funkcióját állítja le, hogy ez nagyon rövid időn belül a gyakorlatban alkalmazható lesz, és akkor én azt gondolom, itt is kiegyensúlyozódik a helyzet, hogy biztos lesz olyan idő, amikor talán inkább a nőknek érdemes, de lesznek olyan helyzetek, például ugye, hogyha egy nő Leiden pozitív mutációja van, ezt tudjuk, akkor nem szabad tablettát szednie. Mert ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon ritkán a fogamzásgátló tabletta szedés mellett trombózis következhet be. Hát Magyarországon haltak meg többen már fogamzásgátló tabletta szedése miatt. Amikor én az egyetemre jártam, Hajnal professzor azt mondta, a kollégák jegyezzék meg, hogy amíg egy nőnek havi vérzése van, nem kaphat infarktust. Ma már kaphat. Egyrészt a cigaretta, másrészt a tabletta. De azt mondták, hogy most már nagyon lecsökkent a hormon. Így van, ezek mini tabletták, tehát ezek tényleg egész minimális mennyiségűek, de akinek megvan a genetikai érzékenysége a trombózisra, és ez az a Leiden mutáció, az azért Leiden, mert Leidenbe fedezték föl ezt a mutációt. Nyugati országokban, amikor először fölírják a nőknek a fogamzásgátló tablettát, mindenkinél megnézik. Aki eljön hozzám, én mindenkinél megnézem. Hát 20 000 forintba kerül, az OEP általában kifizeti, és akkor már tudjuk, hogy kik azok a nők, akik nyugodtan szedhetik a tablettát, és kik azok, akik nem. Na most ilyenkor, amikor nem, akkor jöjjön a férfi. Ilyenkor lennék kíváncsi arra, amiről sokszor nők között szoktunk beszélgetni, hogy egy pillanatra megváltozna a világ, és a férfiaknak ugyanolyan bensége lenne, mint a nőknek, és képessé válnának arra, hogy ők is szüljenek, melyik vállalná?
Nem, hát akkor régen kihalt volna az emberiség. Szerintem egy is. Én azért szülész-orvosként kezdtem, én mindig csodáltam a nőket, hogy azért nem. Feladnak azért mindent, karriert, stb. A testük azért ki van téve mindennek. Az a 6-8-10 órás vajudás azért az az emberi életnek egy óriási megpróbáltatása. Én szerintem a férfiak erre nem lennének képesek. Lépjünk egy kicsit tovább a gyerekvállalás kapcsán, hogy ez eléggé kitolódott. Mi erről a véleménye? Igen, ez látja egy állandóan visszatérő probléma az én munkámban és az orvosi köztudatban, mert ugye régen azért 20-30 év között szülték meg a gyereket. Na most azzal, hogy a nőknek ugyanúgy kell dolgozni, mint a férfiaknak, a nőkről két bőrt húznak le, nekik is helyt kell állni a munkahelyen, plusz azért egy-két gyereket legalább még azért meg is szülnek, és ez egy óriási kihívás. Óriási kihívás, és a nyugati társadalmakban az alakult ki, hogy különösen hát a tanult nők, az iskolázott nők, azok elindulnak először a karrier útján, és aztán 30-35-40 éves korban szülnek. Na most ettől sok orvos frász kap, mert hogy igen, hát 35 év felett a kromoszoma rendenség kockázata nő, hogy már 40 éves nő az nem annyira egészséges. Hát ha én 40 éves nő lennék, akkor megsértődnék, mert szerintem a 40 éves nők nagyon jó nők, azok még egészségesek. De az igaz, hogy a kromoszoma rendensége kicsit nő. De hát meg lehet nézni a magzatban a kromoszoma rendenséget. Engem éppen most Londonból hívtak föl néhány napja, hogy most Magyarországon hogy néz ki a Down-kórosok aránya, valami 134 született, azt hiszem 2004-ben, és ebből 30 volt, amit fölismertek, megszakították, de az összes többi megszületett, és mind a fiatal nők szülték. Ugye már a fiatal nőknél nincs semmi szűrés. Tehát 35 év alatt nincs. Ugyan náluk ritka, de ők vannak sokan. Ráadásul már nem is kell megcsinálni a magzati kromoszoma vizsgálatot. Ma már olyan anyai vérszűrés van, ez 5 komponens, nem mondom el, plusz 2 ultrahangjel, amivel 94%-os biztonsággal bárkinél föl lehet ismerni a kromoszoma rendenséget, tehát egy 20 évesnél is. Na most ezek után ez a kockázat ki van pipálva. Én nem akarok udvarolni a 40 éves nőknek, de szerintem ők még fiatal jó nők. Akkor mitől kell félni? Egy 40 éves nő 80 évet remélhet Magyarországon is, föl tudja nevelni. És ami engem rettentően megdöbbentett, nyugati országokban most már negyedik országban nézik meg, hogy ahogy megy előre az életkor, egyre okosabbak a gyerekek. Például most egy holland vizsgálat összehasonlította a 20 éves lányok és a 40 éves asszonyok fiú gyerekeinek az iskolai teljesítményét, és a 40 éves nők fiainak másfél osztályzattal jobb volt a bizonyítványa. Biztos de ez nem genetika, hanem csak gondolja végig, az a 20 éves hebrencs lány még sokszor magát se tudja a társadalomba, hogy úgy mondjam, elhelyezni. Ezzel szemben egy 40 éves asszony, aki 5-10-15 éve vár a gyerekre, aki tapasztaltabb, bölcsebb, aki anyagilag sokkal jobban van, mint egy 20 éves, nyilvánvalóan sokkal többet tud nyújtani a gyerekének. Maximum többet is foglalkozik vele, persze, más bölcsességgel is elmozná. Így van, tehát nem genetika. A meglévő adottságokból sokkal többet tud kihozni. És az mennyire igaz, hogy befolyásolhatjuk azt, hogy fiú vagy lány gyerekünk szülessen? Igen, hát ezt ugye hozzám olyan 30-an jönnek el, mert 15-15 pár tudok fogadni hétfőn meg szerdán, abból a 30-ból 3-5 mindig ezért jön. És ez engem rettentően frusztrál, ez rettentően bánt. Mert ugyan van egy ilyen tapasztalati módszer, hogyha ébredési hőmérséklettel belőjük a tűzörepedés napját, az a fiú nap, 36-48 órával előtte az a lány nap, plusz egy hüvelyöblítés, mert ha megsavanyítjuk a hüvelyvegy hatását, az a leány nemzőondosság behatolásának kedvez, ha meglugosítjuk a fiút nemzőnek. Na de hát minden női ciklus változik, szóval ennek a hiba lehetősége elég nagy. Az 50%-ról el lehet menni így a 75-ig, de azért ez nem egy biztos. Viszont ugye a legújabb kutatások szerint, mivel ugye ez nem a legújabb kutatás, a vége a legújabb kutatás, ugye az X-kromoszóma ilyen nagy, az Y meg egy ilyen kis nyambat. Attól leszünk mi férfiak. És tulajdonképpen az ondósejtek felében ez a nagy X van, másik felében ez a kis Y. És olyan műszert állítottak elő, amelynek a segítségével az ondósejteknek ez a különbözősége szétválasztható. Tehát láttam Ausztráliában, láttam Kanadában, hogy beteszik a férfi ondóját a műszerbe, jobb oldalt kijön a fiút nemző, bal oldalt kijön a lány nemző.
A szépséghiba az, hogy ezek után azért egy mesterséges ondóbevitel kell, na de ezt nem szabad összetéveszteni a lombik bébivel, lombik bébi módszerrel, amely egy nagyon drasztikus dolog, ott hormon előkezelés, altatás, be kell menni a hasba, ki kell szedni a petesejteket, stb. Ez egy 2 perc alatt elintézhető, hogy az ondót befújják. De akkor miért nem alkalmazzák, hogyha ez annyira egyszerű? Hát látja, ez az én, ez amikor mondtam, hogy én Don Quixote harcot folytatok, akkor ez az egyik, mert nem tudom felfogni, hogy amikor ilyen kevés gyerek születik, és tulajdonképpen ezzel azért számottevően lehetne növelni a születések számát. És ennél van egy sokkal természetesebb, hogy miért nem akarunk kedvébe járni a gyermeket akaró pároknak. Hát nem abszurd, hogy a magyar parlament elfogadja, hogyha valaki nem akarja a terhességét, mert válsághelyzetben van, akkor megölettetheti a magzatját. De hogyha ott van egy pár, akinek fontos lenne, mert fia van, vagy lánya van, hogy neki legyen ellentétes nemű gyereke, azt a magyar törvény tiltja 3-5 év börtönbüntetéssel. És egyébként külföldön elfogadott ez már? Persze, hát Ausztráliában 96 óta, Kanadában 98 óta csinálják. Nem igaz az, hogy megnő a fiúk aránya, az európai kultúrában ez nem igaz, mert akinek fia van, az lányt akar. És mindig be is jön ez a módszer? Hát ez is olyan, ez ilyen vita folyik, de olyan 90%-os, ez 90%-os biztonság. És én föl vagyok háborodva, hogy ezt Magyarországon nem engedik, én ezért harcolok, mert a hozzám eljövők, azért mondom, hogy frusztrálva vagyok, mert ugye a hipokrateszi eskü azt mondja, hogy egy orvosnak a hozzáfordulókon segíteni kell. Na most ők ezt kérik tőlem, és én tudom, hogy ezt meg lehetne oldani, csak mi nem akarok jelzőket használni, hogy ebben az országban a politikusok mással vannak elfoglalva, mint hogy ilyen kérdésekkel is szembenéznének, mert sírunk, hogy fogy a magyar, sírunk, hogy 2030-ra már csak 9 millióan leszünk. Én orvosilag ezt az egyetlen megoldást látnám, mert a többi az már társadalmi kérdés, hogy hogy lehetne a születésszámot növelni. Semmi ellenérvet nem tudok. Jó, ne értse félre, van egy nagyon fontos ellenérv, amit a katolikus egyház val, hogy a fogamzás az a teremtés, az Isten dolga. Aki de vallásos, ebben nincsen beleavatkozva ezáltal. A jó, de azzal, hogy szétválasztják az ondósejteket, és utána mesterséges ondóbevitel, ez már bizonyos fokig egy mesterséges dolog. Tehát én mélységesen tisztelem a mélyen vallásos embereket, akkor ők ne vegyék igénybe. Tehát amennyire de attól meg lehetővé lehetne tenni. Igen, azért, mert én azt gondolom, a magyar statisztika azt mondja, hogy az emberek 20%-a a vallásos, 80%-a nem. Na most egy demokráciában a 20% miatt szabad a 80%-ra is rákényszeríteni valamit. Hát inkább ennek anyagi oka van, nem? Hát mennyi pénzbe kerül? 100 euró. 100 euró. Hát azért az nem egy összeg. Ezt én már mondtam, amikor kétszer beszéltem erről egészségügyi miniszterekkel, hogy tudom, hogy milyen bajban van a magyar egészségügy. Ezt rá kell a családokra róni. Szerintem, akinek olyan nagyon fontos, azt a 100 eurót ki tudja fizetni. És akkor ezért nem is veszélyes beavatkozás? Nem, hát miért lenne veszélyes? Hát most gondolj meg, az ondósejteket külön választják. Most megint nem akarok viccelődni, de az ondósejtek szemben velünk férfiakkal az mindent kibír. Hát azért gondolja meg, régen azért szüzen mentek a lányok még férhez, a nászészakán nagyon sok gyerek fogamzott, de most a nászészakán minden férfi részeg. És a gyerekek egészségesek voltak. Tehát az ondósejt mindent elbír, és hát különben is ott vannak az ausztrál, meg kanadai, meg amerikai tapasztalatok. Semmi veszélye nincs. És akkor mit csinál akkor, hogyha mégis oda megy önhöz egy pár, és nem segíthet, akkor tanácsokat? Igen, ez a rossz, ugye érzem, hogy nagyon csalódnak bennem, meg akkor ilyeneket kezdenek, hogy doktor úr, de hát azért tessék megcsinálni. Na most hát ez nem így megy, ugye hát azért ez egyrészt azért ez egy műszer, erre azért nagyon föl kell készülni, meg hát különben is az ember magyar állampolgárként. Ez büntetendő. Büntető jogi kategória. Tehát akkor én elmondom, hogy kérem, nem, és akkor látom, hogy nagyon csalódnak. Arról már ne is beszéljünk, mert az engem borzasztóan bántott. Ugye vannak ezek a csak fiúkban előforduló betegségek. Van egy Duchenne-féle izombetegség. Megszületik egy kisrác, egészséges, de 15 éves korára meghal. Most képzeljen el egy édesanyát, akinek volt egy ilyen fia, és akit eltemetett, tudja, hogy ő hordozza a gént, és a következő fiúban 50%, ebben az évben 2 ilyen anyám volt, és kiderült, hogy újra beteg a magzatja, és 20-22 hetes korban meg kell ölettetni a magzatját, hogy már nehogy még egyszer ezt a keresztutat végigjárja. Lehetett volna lánya is. És akkor ottan nekem esik, és azt mondja, doktor úr, maguk kegyetlen, érzéketlen emberek, engem erre kényszerítenek. Akkor, amikor ott a fogamzás előtt el lehetett volna dönteni, hogy nekem lányom legyen. És ilyenkor lesül a pofámról a bőr, és azt gondolom, hogy ez egy borzasztó ország, ahol tényleg
ilyen szerencsétlenné tesznek asszonyokat. És ígéretet sem kapott arra, hogy erre valamikor? De kaptam ígéretet, csak hát látja, a politikusok mással vannak elfoglalva. A miniszterelnöktől kaptam ígéretet, hogy ez meg lesz oldva. Hát nagyon reméljük, hogy így lesz. Sajnos lejárt a műsoridőnk, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Remélem, hogy tudtunk segíteni a nézőknek, ha másban nem a vágyakozásból, hogy egyszer ez majd megvalósulhat. Köszönöm, hogy velünk tartott a két hét múlva, és mi találkozunk a viszontlátásra.